Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, jól vagytok, és kívánom, hogy minden úgy jól alakuljon az életetekbe, és kívánom azt is, hogy béke legyen a Földön. Ez a felvétel egy channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, annak idején nagyon szomorú voltam, és a Biblia, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Aztán olyan hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és a nyaklánc úgy mozgott, mint egy inga, és láttam azt, hogy bizonyos szavak jelennek meg, ahogy az inga kimozdul, vagy egy mondat, és voltak ilyen gondolatok is, ami nem az én saját gondolatom volt, hanem azt úgy kaptam felülről. Így alakult ki ez a beszélgetés a Bibliával. Azóta gyakorlom ezt, hiszen naponta kinyitom a Bibliát és teszek fel kérdéseket. Gyakran nem tudom azt, hogy mi jön, de én megbízom ebben a forrásban. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen személyes bibliai üzenetet. A díjam, mint egy ilyen energiai egyensúly 4000 forint. És kíváncsi vagyok a mostani üzenetre. Te hamarosan elkészítesz valamit, vannak ötletek, tervek, megnagyobbítasz valamit. Amit most így indítasz, az kivirágzik, sikereid lesznek. Te valamit szeretnél valakinél elmagyarázni, de ne tedd meg. Ne magyarázkodj, mert ez félreértésekhez vezet. Legyen meg a hited, hiszen együtt vagyunk. Lesz egy jó irány, egy jó út. Ne alázkodj meg mások előtt. Hiszen te vagy a szent, te be vagy olajozva. Mások is hibáznak, tehát ne keresd a hibát magadban.
Jelenleg az a fontos, hogy legyenek konkrét tervek, amit te megvalósítasz. Mielőtt döntéseket hozol, valamit le kellene zárni. Ne gondolj sokat a múltra vagy a jövőre, hanem a napra, amit jelenleg átélsz. Ez a fontos. Ügyelj az anyagiakra, a munkára, hiszen fontos számodra a biztonság érzete. De legyen meg a hited, hogy ez tényleg így alakul, tehát hogy jól alakul. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok szép napot, szeretettel, Dendera!